Ritkán van ez így, hogy gyakorlatilag az utolsó negyedét a műsornak szétudvaroljuk, de most de már tényleg. De... igen, de egyébként partner vagy. Mert ez itt a start. Két... nekünk sincs rossz hangunk, neked pláne, de hogy olyan két hangú barátunk jött el hozzánk, Molnár Gyöngyi és Pál Tamás színészek, hogy valami tényleg, nézzék meg, amikor megszólalnak. A szinkronszakma nagyon sokat veszít, hogyha ők nem szinkronizálnak. De ha hagyjuk őket szóhoz. Így van, a Veres egy színházból érkeztek, mert hogy nektek is lesz egy premieretek, Jó reggelt kívánok, sziasztok! Jó, Aminek sziasztok. az egyik különlegessége az, hogy úgy komédia, hogy a komédiát gyakorlatilag a saját re kitalálójának a testvére rendezi. Tehát egy ilyen családi összefogás van. Tasnádi István írta igen. a darabot, és Tasnádi Csaba rendezi. Egyébként már nem először uh -huh. rendezi a saját testvére darabját és ez a Veres egy színház második idei bemutatója. Szép számmal vagyunk benne egyébként, ez egy elég nagy szereposztás. Hányan vagytok benne? 12-en játszunk. Ja, akkor ez sokan... egy magyar darab, egy magyar know-how, és akkor Abszolút. ezek szerint imádják, mert hogy, hogy nagy az érdeklődés. Igen, az szerintem a... sikerre van írva mindenféle szempontból, ez tulajdonképpen egy ma játszódó vidéken, tehát egy falusi közeg, nagyjábránd egész pontosan, és főhősünk egy 44 éves munkanélküli a kulcsfigurája az egésznek. Őt Pusztaszeri Kornél játsza. Így van. És az ő, ő drámája tulajdonképpen az, ami elindítja ezt a dolgot, ezt a darabot, de aztán utána... Mindenki, a többi szereplő, aki bekapcsolódik ebbe a történetbe, mindenki egy picit már a komikus részét hozza a, a darabnak. Tehát ott már azért ők eléggé vigyájtéki elemeket is behoznak. Jó kis nevek, Pusztaszedikonél Monnan, Egyengyé Zolgelnikő, Fésűs Páltamás, Ustibor, Pál Krajnik Balog, Janik, Pásztor, Tibor, Csáki, Edina, és mondhatnám tovább. Igen, igen. <laughs> ö, nagyon érdekes a darab kulcs, ö, hogy is mondjam. Motívuma a, a verses beszéd. Tehát azért ez ugye kontrasztban áll ezzel a nagyon vidéki, mai magyarországi vidéki millióvel, ez a, ez a versben való beszéd. Úgyhogy... Ez teljesen szürális, amit most mondtál. Ugye? Mondja van közös párbeszédetek? Bocsáss meg. Tehát... Közös párbeszéd nincs. Nem, nincs, de udvarol nekem. Hát, én nagyokat hallgatok. Versben, iréken. Versben hallgatok. Te kis poszáta, szappanszagú virág, meleg cipó, mint bajszos bácsirág úgy kívánom minden kis mor... Uh, hogyan Mi, uh, nem mind... volt, na, most, minden minden igen, gondoltam. most belesültem itt a kamerák na, miatt. De, miatt. Szóval, de, hogy de ilyen, már a kezdés olyan, beszél. amit az ember így ismer tényleg, amikor itt sétár bárhol például Veres Egyházon. Úgy kell nekem, minden kis morzsát felszívlak édes, mint egy éhes porzsák. Most. Tehát, hogy ilyen, ilyen típusú a, a beszél. mire gondolt a költő? Tehát, <laughs> ott... ó, ez nagyon nagy, de akkor ez, ez, egy kicsit ilyen hungarikumos ezzel? Tehát magyar komédia, magyar verselés az. Én most hirtelen elgondolkodom én is, hogy megfogtál -e ezzel a dologgal, nem jut eszembe most hirtelen ilyesmi. Az, az tény, és ezt Tasnádi Csaba elmondta még a legelején az olvasópróbán, hogy ez ad egy nagyon érdekes feszültséget, ez a verses beszéd, a és, a, és, a, magyar vidéki lét, ami azért hozza az összes kötelező ö, <kül> olyan dolgot, a költő például egy nagyon klasszik régi jáva érkezik, ott van a kibelezett tévé a színpadon, az autógumi, a fából tákolt Budi a kert végében, a kis formával. Kell. Tehát minden a olyan. A pont az Origo, igen, a Budi. Minden olyan kellék ott van, ami amitől ez, ez azért nagyon érezhető. Ugyanakkor a színe, valószínűleg színészi fegyelmet nagyon erősen megkíván. Abszolút képek. Épp beszélgettünk róla, igen, igen, ezek próbaképek. Épp beszélgettünk róla, hogy talán elsajátítani a, a darab szövegét. Ö, könnyebb volt, viszont mindezt úgy előadni, hogy hiteles legyen, és mint egy hétköznapi civil beszélgetés is ne szavalásnak, vagy versmondásnak tűnjön, az viszont már... Hú, ez, amit mondasz, ez valóban... Komolyabb te. munka, de nem kivitelezhetetlen, sőt, tehát tulajdonképpen azt tapasztaljuk, most már a finisben vagyunk, ugye a fő próba hét elkezdődött tegnap, hogy, hogy nagyon ül, és egy rövid idő után ezt a néző meg fogja szokni, és és iszonyatosan pikánsá teszi, de tényleg. Hogy választottátok épp ezt a színházat bemutató helyszínül? Én hat évvel ezelőtt született meg a Veres egy színház, én ott voltam a, a startnál, az első bemutató óta gyakorlatilag elég sokat játszom ott, Gyöngyi pedig menet Nem, pedig a, a színház meg, két évvel ezelőtt hívtak egy főszerepre. És akkor azóta is gyümölcsöző. És... Mondjátok más játszani egy kicsit, mint a budapesti belvárosi, mondjuk így, hogy belvárosi nagykörutak forgatagában? Van egy, van egy olyan érzése az embernek színpadra lépéskor, hogy főleg a veresi közönség, akik először látják mindig a darabot, hiszen aztán mi később ezekkel a darabokkal tájolunk is, tehát megyünk, de egyébként Budapesten is biztosan játszunk, mentek igen. tovább, persze. De a veresi közönség azért nagyon-nagyon érezhető náluk az, hogy ez a miénk, Nálunk van az első. Ettől van egy Ez picit jó. más légköre ennek a dolognak, de de egyébként, mivel sok helyen járunk, ezért változatos közönséggel szembesülünk. Végtelen. Február 14-e, Finito, Valentina. Valentina. <laughs> Ú, ezt nagyon ott. Mondtad. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, köszönjük. nagyon köszönjük. Köszönjük, hogy velünk voltatok, és Sökség. köszönjük, hogy önök Sökség. is velünk voltak.